a Pécs TV hírösszefoglalója. A stúdióban Bodor Gergő várja Önöket. Jó estét kívánok! December 12-e hétfő van. Tekintsenek meg egy rövid előzetest a tartalomból. Elkészültek a hullámfürdő felújítására vonatkozó kiviteli tervek. Mint megtudtuk, a tetőszerkezet kijavítását követően várhatóan csak január első felében nyit ki a létesítmény. A Pannon Filharmonikusok és a Pécs TV idén is megrendezi az újévi hangversenyt a Pécsi Nemzeti Színházban. A koncert ezúttal jó néhány meglepetést is tartogat. Csütörtökön számos népszerű művész közreműködésével városunkba is ellátogat a Fási Mulató. A pécsiek ingyen élvezhetik a fellépést. Szakemberek véleménye szerint az Abay Nemes Oszkár Sportuszoda tetőszerkezetének ideiglenes kijavítását követően várhatóan január első felében vehetik birtokba a pécsiek a fedett medencét. A kivitelezési tervek elkészültek, már csak a beruházás forrásigényét kell biztosítania a városnak. Azt hiszem, nem térek el a valóságtól, ha azt mondom, kevés ember van, aki ne ismerné, vagy ne lenne érintettje az Abay Nemes Oszkár sportuszodában történt eseményeknek, hiszen november 26-án este az utolsó vízilabda edzés után levált az intézmény tetőszerkezetének egy része az úszoda északi oldalán. Azóta állványzat tartja a mennyezetet, és így nem tudják igénybe venni a pécsiek az úszoda szolgáltatásait. A baleset óta két szemlét is tartottak már a szakemberek a helyszínen, a mennyezetet több helyen megbontották, hogy kiderüljön, mi okozta a balesetet. A tulajdonos és az üzemeltető egyértelmű álláspontja az, hogy a végleges jövő nyári megerősítést, felújítást megelőzően ideiglenesen javítsák ki az álmennyezet hibáit, hogy minél rövidebb ideig tartson az intézmény kényszer leállása. Elkészült a kiviteli terv, a város hamarosan dönt a források biztosításáról. Pénteken átadta a tervező a felújítási terveket, és ezek alapján megkértük az árajánlatot, amit a pénteki nap folyamán meg is kaptunk. Ezt egyelőre elfogadtuk, de nyilván ennek a pénzügyi fedezetét meg kell teremteni. Csütörtökön a közgyűlés fog erről a témáról tárgyalni, és ő fogja megállapítani, hogy milyen forrásból lehet ezt a kérdést rendezni. Az árajánlat szerint közel 7 millió forint az, ami a megerősítéshez szükségeltetik, amennyiben a déli oldalon az újabb két feltárt rész miatt nem szükségeltetik a megerősítés, és közel 4 millió forint lesz ez a bevételkiesés, amit november 26-a is a tervezett megnyitás január 2 közötti időpontban a társaságunk elszenved. Amennyiben az elkövetkező időszakban nem történik újabb baleset, vagy az álmennyezet mögötti tartó szelemenek olyan állapotban vannak, hogy a megerősítést el lehet végezni, akkor a január 2-ára tervezett nyitás időpontja tartható. Annyi történik, ugye, hogy fel kell állványozni az északi oldalon végig mind a 11 ízt, amit még nem bontottuk, és meg kell állapítani a tartó szelemenek állapotát, és az alapján történhet majd a felújítást. Egyrészt ugye erről az állványszerkezetről, másrészt pedig hozunk ide majd egy emelőkocsis dalut, amivel a többi részt, tehát ahonnan nem lehet az állványról elérni a részeket, azokat a megerősítést meg el lehet végezni. A végleges megerősítés terveink szerint 2006. július 1-től fog elindulni, addigra már az új tervek rendelkezésre fognak állni, illetve addigra már ki fog derülni, hogy mi okozta ezt a műszaki szerencsétlenséget, tehát tervezői, kivitelezői anyag, vagy pedig üzemeltetői hiba, vagy ezeknek a kombinációja. Hétfőn délelőtt rendezték meg az Ölelő Karok gyermekrajzpályázat eredményhirdetését és a gála műsort, amely a program zárásaként szórakoztatta az egybegyűlteket. A pályázat az idősek hónapjának rendezvénysorozatához kapcsolódott. Idén Baranyában egy egész hónapig ünnepeltük a nyugdíjasokat. Az idősek hónapjához számos akció és rendezvény kapcsolódott. Ilyen volt például az Ölelő Karok gyermekpályázat, amelyre rajzokkal és versekkel pályázhattak a gyerekek. A pályázat eredményhirdetését hétfőn a Baranya megyei közgyűlés dísztermében rendezték meg. Nagyon sok jó pályázat érkezett be, úgyhogy az ügynek voltak is nehéz pillanatai, amikor nehéz volt eldönteni, hogy a sok jó közül melyiket díjazza, de úgy gondolom, hogy ez az első évben megrendezett programnak ez az eleme is, amely csak az egyik része volt, igazolta azt, hogy van ebben a korosztályban érdeklődés, és nagyon sok tematikai vagy innovatív újítás is tudtak ebben a modellben kidolgozni. Miután a Baranyai Önkormányzat tavaly már elismerésben részesült a idősbarát önkormányzati díj keretében,
Reméljük, hogy ebben az évben is kapunk elismerést, és szeretnénk folytatni is ezt, tehát jövőre is szeretnénk megrendezni az idősek hónapját. A legjobb alkotások készítői könyvjutalomban részesültek. A zsűri beszámolt arról, hogy mennyire őszinték a beérkezett pályaművek. Ők, ahogy látják a nagymamát, a betegágyba, vagy munkaközbe, vagy konyhába, vagy éppen őket ölelve. És hát ezt azt hiszem, hogy valós gyermekélményeket takar, és a gyermeki őszinteség megjelenik ezekbe a művekbe. Szeretnénk a legjobb műveket az egész megyébe kiállítani, összes vidéki városba, megegyeztünk polgármester urakkal, hogy mindenhol bemutatásra kerülnek ezek, és hát egy nagyon szép kis kiadványt is készítettünk erre az alkalomból, amit most itt kiosztunk. Valamennyi, aki pályázott és nem nyert, az is kap. A pályázók több korosztályban indulhattak a díjakért, így például az alsó tagozatosok és a felsősök külön kategóriában indultak. Az eredményhirdetéssel egybekötött gálaműsorban a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei szórakoztatták a közönséget, a gyerekeket és az idősebbeket egyaránt. Támogató családok jelentkezését várja a Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Határon túli Magyarságért Alapítvány. A segítőket a Határon túli Magyar Fiatalok nyári ifjúsági táborának lebonyolításához várják a szervezők. Idén nyáron már vajdasági fiatalok is részt vettek a Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Határon túli Magyarságért Alapítvány nyári ifjúsági táborában, amely a korábbi médiatáborok sikere miatt bővült nemzetközi szintre. A találkozót 2006-ban is megrendezik. Egészen egyszerű dolgokról van szó, hogyan fényképezzünk az adott környezetben személyt, tárgyat, mozgást, milyen technikákkal és milyen szakmai ismeretekkel kell tudni lefényképezni, ehhez kaptak egyrésztről segítséget. De segítséget jelentett a Pécs TV közreműködésével, az ő szakembereinek a közreműködésével az is, hogy a mozgóképpel hogyan bánjunk. Jövőre is a vajdaságból érkeznek a fiatalok, akik a tanulás mellett szórakoztató programokon is részt vesznek. A szervezők már idén is kérték olyan úgynevezett támogató családok jelentkezését, amelyekben van középiskolás korú gyermek, és vállalták, hogy egy-egy fiatalt vendégül látnak egy családi ebédre, és fakultatív programot is szerveznek a vendégnek. Ehhez kapcsoljuk azt, hogy legyen egy ebéd, tehát mindenféleképpen egyszer jöjjön el ez a vendégfiú hozzánk. Egy regisztrációs díj, jelképes 2060, úgy gondoltuk, hogy talán jobban köthető, jobban megjegyezhető, hogy ez a magas összeg legyen 2006 forint 2006-ban, és akkor már is lehet készülni a 2007-re, egy forinttal többet kéne gyűjtenünk, hogy akik majd családokhoz hívjuk a gyerekeket, ezen a kommunikációs számon is kötődjenek hozzánk. A tábor újabb formája a Határon túli magyarok támogatásának. A szervezők szándéka szerint ez jelzés értékű is, hogy a témáról ne csak a politikai beszédekben halljunk, hanem kézzelfogható kapcsolat alakuljon ki az anyaország és a határokon kívül élők között. Egy igazi játszóház nem csak arra való, hogy egy fél napra lekösse a gyerek energiáit. A Kaptár Egyesület karácsonyi kézműves műhelye inkább az ünnep hangulatát próbálja közelebb vinni a kicsikhez. A gyerekek sokféle mesterséget kipróbálhatnak, és egy kis segítséggel elkészíthetik azokat az ajándékokat is, amelyek nem sokára otthon a fa alá kerülnek. Ritkán lehet látni egyszerre ennyi fiút sündörögni a süteményes tepsi körül, mármint munka közben, és nem csak akkor, ha már ott illatozik a kész sütemény. A Kaptár játszóház alkalmi konyhájában egy sereg csillogó szempár próbálja elesni a karácsonyi süteménysütés minden fortéját. Persze van, aki már gyakorlott háziasszonynak számít. Kedvenc mintája is van már mindenkinek. Nekem a csillag. A volt OTP székházban csütörtökig várja a gyerekeket a Kaptár játszóház. Eddig 10 iskola jelentkezett már be, óriási az érdeklődés. A gyerekzsivajból ítélve a lelkesedésem akármilyen, a kicsik az ideiglenesen berendezett műhelyben kitanulhatják a csuhébaba, most éppen madárkészítést, a fafaragást és persze a mézes kalácssütést. Nagyon kreatívak, sok gyakran csak rá kell bízniuk, egy kis segítséget természetesen. Mindig igényelnek előkészítést, mintákat, de ha mellettük állunk és érzik a szeretetünket, a támogatásunkat,
fantasztikus dolgokat tudnak kitalálni és elkészíteni. Ha valaki kedvet kapott volna ahhoz, hogy saját készítésű ajándékot tegyen a fa alá, nos, a kaptárosok a felnőttekre is gondoltak. Őket is várják minden nap a kézműves műhelybe. A felnőttek egy kicsit komolyabb dolgokat fognak itt készíteni, különböző asztaldíszeket fognak készíteni, és hát sok szeretettel várjuk őket ide az OTP épületébe. A Pécsi Advent program sorozat keretében a gyerekprogramok mellett a város több iskolája is bemutatkozik karácsonyi műsorával. Hétfő délután például a Jurisics utcai általános iskola felső tagozatosai hozták el ünnepi összeállításukat. Este 7 órakor a Bazilikában a Pécsi Ifjúsági Központ vonós zenekara és a Kantikum Pécsi Női Kamarakórus koncertezik. Kedden Derges Zoltán Orgona művészet koncertet szintén a Bazilikában este 7-től, szerdán horvát nemzeti nappal, este pedig horvát nyelvű szentmisével folytatódik a Pécsi Advent. Csütörtökön este 7 órától Köcski Tibor orgonaművész koncertezik a Bazilikában. Pénteken német nemzetiségi nap programjaival várják az érdeklődőket. Szombaton a Pannon Filharmonikusok bérletes hangversenyét rendezik a Bazilikában. Vasárnap roma nemzetiségi nappal folytatódik a program. Hétfőn Csanádi László ad koncertet a Bazilikában. A keddi orgona estet szerdán egy újabb német nemzetiségi nap követi. Az idei Pécsi Advent a Dom Múzeumban egy záró hangversennyel ér véget jövő csütörtökön. Az autisták fokozottan érzékenyek a hangokra, a zenére. A Kozár-Mislenyi Fészek Otthon fogyatékos lakói rendszeresen járnak hangversenyekre. Vasárnap délután egy jótékonysági koncert hallgatói voltak, amelyet a Kozár-Mislenyi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai adtak. Jótékonysági rendezvény keretében adventi koncerten vettek részt a Kozár-Mislenyi Élet, Esély, Autista Segítő Egyesület Fészek Otthonának lakói. A mintegy 10 fős érintett fiatal nagy érdeklődéssel hallgatta a klasszikus muzsikát. Ezek az emberek fokozottan érzékenyek a zenére, hangra, színekre, formákra, mindez megnyugtatólag hat rájuk. Minden napjaikban is ott van a muzsika, foglalkozások alkalmával halkzene szól az otthonban. A jótékonysági rendezvényt a Kozár-Mislenyi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai adták a fogyatékosokat befogadó és foglalkoztató Fészek Otthon lakóinak javára. Ez egy már több éve megtartott rendezvényünk, minden évben karácsony előtt kerül rá sor. Igazság szerint ez inkább tanári koncert, egy-egy növendékünk vesz még részt rajta, és hát igyekszünk az ünnep hangulatának megfelelő műsorokkal készülni, és nagyon nagy szeretettel készülnek művésztanáraink minden évben erre a rendezvényre. Most hangszeres muzsika lesz végig, de van, amikor kórus is színesíti a műsort, hát tulajdonképpen a reneszánsztól a 20. századig mindenféle, ami templomba való olyan műsorokat állítunk össze. Hanvas Évától megtudtuk, mintegy 6. éve vesznek részt a fiatalok ilyen koncerten. Minden évben már várják, hogy újra érezhessék a muzsika hangjait. Kifogástalan magatartással ülik végig a hangversenyt. A fiatalokat nem kell nagyon felkészíteni, mert nagyon sok koncerten, olyan rendezvényeken veszünk részt az év nagy részében, ahol szintén... Tehát úgymond viselkedni kell, tehát koncertre, színházba, moziba, egyéb olyan rendezvényekre járunk. Ez talán annyiban újdonság, hogy itt van, és ez az a koncert, ami értük róluk szól, amit nagyon jól tudnak, és nagy örömmel veszik minden évben ezt a kis rövid róluk szóló délutánt. Például nálunk reggeltől estig szól a zene, itt a népdaltól a komoly zenén át. Érdekes, hogy leginkább az egyszerűbb hangszeres műveket hallgatják szívesen. Tehát minél csendesebb zene, annál inkább hat rájuk. És bizony a művészetek, tehát a rajzolás, a festészet, tehát iránt fogékonyak az autista fiatalok. A jótékonysági koncertnek a Kozár-Mislenyi Assisi Szent Ferenc rendtemploma adott otthont.
Műsorunk második felében egyebek mellett beszámolunk az újévi koncert, ezúttal némiképp rendhagyó műsoráról is, előtte azonban a hétvége és az elmúlt 24 óra egyéb hírei röviden. Évente többször biztosít lehetőséget a gépjárművek ingyenes felülvizsgálatára a Baranya megyei közlekedési felügyelet. Az autók téli időszakra való felkészítését különös körültekintéssel kell elvégezni. Ezt nyílt nap keretében a felügyelet az elmúlt hétvégén biztosította mindenki számára. Aki élt a lehetőséggel, az mostantól biztonságosan közlekedhet a csúszós utakon, és ha minden technikai feltételnek megfelelt a jármű, akkor érvényes műszaki vizsgával és nyugodt lélekkel vághat neki a télnek. Dr. Weidinger Antal igazgató elmondta, a nyílt nap keretében lehetőséget biztosítottak a 3,5 tonna megengedett együttes tömeg alatti járművek díjmentes diagnosztikai vizsgálatára is. Természetesen a magántulajdonú gépjárművek vizsgálatát is elvégezték. A kifogástalan jármű hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, és csökkenti a vezetőre nehezedő terheket, ezért célszerű a fokozott igénybevétel előtt átvizsgáltatni, vagy a lejárt forgalmi engedélyt környezetvédelmi igazolólapot meghosszabbítani, tette hozzá Weidinger Antal. Nyílt nap legközelebb tavasszal lesz. Zöld karácsony címmel szervezett családi kézműves napot a Mecseki Erdészeti ZRT. A cég hagyományosan, immár 9. alkalommal rendezte meg a foglalkozást a civil közösségek házában. A szülők és gyerekek itt együtt készítenek díszeket és ajándékokat, amelyek a karácsony ünnepi hangulatát emelik majd. A kézműves napot egyébként nem csak karácsony előtt, hanem tavasszal, húsvét idején is megrendezik. Általában közel 100 gyermek és szülő vesz részt az ajándékkészítésben, és mint az a képeken is látszik, idén is sokan eljöttek a foglalkozásra. Az ajándékok készítése mellett egy kis étellel, itallal is várták a résztvevőket, lekváros kenyér és üdítő oltotta a gyerekek és szüleik éhségét, illetve szomjúságát. Az elkészült dísztárgyak pedig igazán kedves ajándékok lesznek karácsonyra. Így is el lehet tölteni az ünnepek előtti hétvégéket. A Pázmány Péter utcai általános iskola aulájában hatalmas a gyerekzsivaj, mint minden valamire való karácsonyi játszóházban. Ráadásul most a szülők sem maradtak otthon, a gyerkőcökkel együtt gyártották a karácsonyi ajándékokat. Az iskola most már évek óta megszervezi a karácsonyi programot, a tartalmas időtöltés mellett a pedagógusok arra is próbálják a kicsiket rávezetni, hogy a természetes anyagok felé forduljanak. A gyertyaöntéstől kezdve a gyapjúangyalka készítésig szinte bármire volt lehetőség. Bár emellett megmarad a tolongás is a bevásárlóközpontokban, egy biztos, a legdrágább ajándék ez, na meg az együtt töltött idő. A Pannon Filharmonikusok és a Pécs TV második alkalommal rendezi meg közös újévi hangversenyét a Pécsi Nemzeti Színházban. A január 2-ai ünnepi programra megkezdték a nyilvános jegyárusítást, a koncert programjáról pedig sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. A tavalyi nagy sikerű koncert hagyományát folytatva, az idei évadban is Pécshez kötődő neves személyiségek üzeneteinek kíséretében szólal meg a Pannon Filharmonikusok újévi hangversenye. A koncert műsora és az üzenetküldők személye meglepetés lesz, annyit minden esetre hétfőn a programmal kapcsolatos sajtótájékoztatón megtudtunk, hogy Pécs Európa Kulturális Fővárosa pályázatának zsűriéből érkeznek meghívottak üzenetekkel. Megtartjuk az üzenet hangverseny jellegét, amely tavaly indítottunk, akik ott voltak, emlékezhetnek rá, hogy nagyon jeles közéleti személyiségek pár-pár gondolatot helyeztek el és olvastak fel az egyes műsorszámok között. Ez biztosan idén is így lesz, nagyon érdekes a meghívott kör, de ezt valóban kezeljük meglepetésként. A vendégművészekről, szólistákról hadd tegyek említést, Lendva József Hegedű művészt fogjuk vendégül látni, illetve Orosz Zoltán a harmonika művészt, amely rendkívül izgalmas lesz. Azt hiszem, nem emlékszem rá, hogy a Pécsi Zenekar valaha is játszott volna mondjuk harmonika szólóval, és ez egy nagyon izgalmas terület lesz a mi számunkra is. A Pannon Filharmonikusok és a Pécs TV közösen szervezett újévi hangversenyét idén is a Pécsi Nemzeti Színházban hallhatják az igényes komoly zene kedvelői. Mi igyekszünk a tőlünk lehető legjobbat nyújtani ezen a
rendezvényen, felkészülünk a legizgalmasabb és a legjobb közvetítési módra, és hát remélem, hogy ahogy majd az évek haladnak előre, azért a látványvilágban még jobban fogunk tudni színesíteni. Gondolok arra, hogy milyen szép lenne táncos betéteket alkalmazni esetenként, de hát egyelőre ez a rendezvény még az elején jár. Viszont látszik az, hogy mi lehet belőle, és mi lehet belőle 2010-re, amikor a tervezzük közösen, hogy ez az egész felvirágzik, és az egészből egy nagyon-nagyon nívós, nagyon magas színvonalú rendezvény lesz. Tudnilik, a zenekar kiváló, a helység adott, tehát a város meg itt van, tehát együtt van minden, amiből ez egy igazán nagyon minőségi, nagyon nagy vonzerejű, regionális vonzerejű újévi koncert lehet. A január 2-ai programra december 12-én kezdődött a jegyértékesítés a Filharmónia és a Színházi jegyirodáiban. Már első alkalommal messze felülmúlt a hangverseny a szervezők várakozásait, néhány nap leforgása alatt elkeltek a jegyek a tavalyi programra. Idén is erre számítanak a rendezvény megálmodói, hiszen az előzetes internetes jegyrendelések, telefonos jelzések olyan mértékű igényt mutatnak, amit a Pécsi Nemzeti Színház 500 férőhelye nem tud kielégíteni. Az est karnagya, a Pannon Filharmonikusok zeneigazgatója Hamar Zsolt lesz. A bécsi újévi hangversennyel történő összehasonlítás tulajdonképpen elkerülhetetlen. Mi picit akarunk csak rájuk hasonlítani, igazából nem. Egy egész más dolgot akarunk csinálni. Ilyen szempontból minden év egy picit a kísérletezés is, hiszen nehéz megtalálni azt a repertoárt, amit ilyenkor jól lehet játszani, ami egyrészt érdekes, értékes, és hát a hallgatóság is örül ennek. De ahogy az elmúlt két évben is, ez azt gondolom, hogy így történt, azt remélem, hogy az évben is így lesz. Azok sem maradnak le a koncertről, akik esetleg nem kapnak már jegyet a Nemzeti Színházba, hiszen a hangversenyt a Pécs TV élőadásban közvetíti, a Hálózat TV pedig országosan adja le főműsoridőben. A színház térre látogatók pedig kihangosítva hallhatják a hangversenyt, párhuzamosan a koncerttel, miközben a teret szegélyező épületeket és a térkövet színes fényjáték vonja majd be. Képek a koncertről, izgalmas fotók a zene ritmusára mozgatva. A szervezők nem titkolt vágya, hogy 2010. január 1-én a város új hangversenytermében valóban újévi koncertet adhatnak majd a Pannon Filharmonikusok. Csütörtökön számos népszerű művész szereplésével Pécsre is megérkezik a Megafási Mulató című produkció, amely mindenki számára ingyenes lesz. A most következő előzetes egy kis kedv csináló valamennyiünk számára. Megafási Mulató lesz csütörtökön este 6 órától a sportcsarnokban. Magyarország legnagyobb showműsora csak nem 5 órás tévéfelvétellel egybekötött lesz. A belépés díjtalan, de a bejáratnál mindenki kézbe kap egy belépőjegyet, így a szervezők pontosan regisztrálhatják, hány vendég érkezik majd az előadásra, hiszen a Lauber Dezső sportcsarnok befogadó képessége véges. Tehát ingyenes, de csak jeggyel lehet részt venni a szórakoztató programban. Szinte az egész ország által ismert népszerű Fási Ádám ezzel a produkcióval szeretné megajándékozni a pécsieket a szívéhez oly közel álló városban. Gyönyörű épületei vannak a városnak, tényleg egy történelmi levegő itatja át az embert, amikor belép, és én nagyon szeretem Pécset. És örülök, hogy részese lehetek annak, hogy ezt megjelenítem majd a televízióban. Úgy gondoltuk, hogy ez még hiányzik a mi tárunkból, és nagyon szeretjük Pécset, és ott a polgármester úr, a Torre Lászlóval megbeszéltük, hogy most a szilveszteri felvételt itt készül el, és egy fergeteges műsort hoztunk el. Arra jöttünk rá a baráti körrel, hogy Magyarországon hiányzik a magyar zene a magyar televíziókból és a magyar rádió csatornákból, és úgy gondoltuk, hogy legyen egy olyan műsor Magyarországon, ami magyarul szól. És ez 5 éve, hogy megy. Bár bennünket nem támogatnak a napi írott sajtók, de ez nem is kell, hogy támogassanak, mert az emberek szeretnek bennünket, és ez a jó, 15-20-25-30 ezer ember van egy-egy rendezvényünkön, ez önmagáért beszél.
Fási Ádám azt is elmondta, mivel több órát vesznek fel a produkcióból, ezért mintegy hónapig Pécsről szól majd annak a televíziós csatornának a Fási Mulató műsora, ahol egyébként is rendszeresen jelen vannak. Sőt, a szilveszteri műsorban is láthatóak lesznek a most készített felvételek. Sztárvendégek lesznek a teljesség igénye nélkül, Győzike, Delhusza John, Gáspár Laci, Dolliról és még sok-sok népszerű művész. Ulassanak velünk, jönnek el, lazítsanak egy pár órát. Várom önöket viszontlátásra. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pontma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várjuk önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!